Gyurmoson Sopron megyében ebben a hónapban ismét kedvező jelenségnek vagyunk a szemtanúja. Ez azt jelenti, hogy kevesebb a regisztrált álláskeresők száma, több a foglalkoztatottaknak a száma, mind az év korábbi időszakához képest, mind az elmúlt év, tehát az egy esztendővel ezelőttivel összehasonlítva is jelentősen csökkent a munkanélkülieknek a száma. Ez két dologra vezethető vissza, egyrészt Gyurmoson Sopron megyének a feldolgozóipar, a járműiparhoz és egyéb iparhoz kapcsolódó feldolgozóipar a jelentős sebességfokozatba kapcsolt, tehát többen tudnak itt dolgozni. Másfelől viszont kétségtelen, hogy van némi hatása az osztrák-német határnyitásnak is, ami a mi szempontunkból szintén ilyen értelemben egy új jelenség, egy hangsúlyosabban megjelenő jelenség. Mik a pontos adatok, tehát ha százalékosan kellene ezt meghatároznunk, illetve mennyiben köszönhető ez az Audi Motor Hungária Kft. Munkaerőfelvételének? Jelenleg 5,1, tehát az új adatunk az 5,1 a regisztrált álláskeresők száma, ez ebben a pillanatban 1 százalékponttal jobb a Budapesténél is, tehát az országban Gyurmoson Sopron megyében vannak a legkevesebben az álláskeresők. Ennek örülünk, ez egy szerencsés adat, ez egy fontos és jó adat Gyurmoson Sopron megye számára. Az Audi Hungária új gyárbővítés, illetve a régi gyár, tehát a már itt lévő gyárnak a nagyobb kapacitásra való átállása szintén jelentkezik, és a következő év elején várjuk hatványozott mértékben az új gyárbővítésnek, illetve a beszállító kör bővülésének a hatását. Tehát mi azt látjuk, hogy a következő évben, ha csak a világgazdaságban jelentős változás, fordulat nem történik, akkor továbbra is nagyon jó adatokat fogunk tudni mondani. Gyurmoson Sopron megyében, aki szeretne dolgozni, annak a többsége állást fog tudni találni.